A labdarúgó válogatott világbajnoki selejtezőre készül, ezért szünetel a hazai bajnokság. Egyesek örülnek, mások kevésbé repesnek az örömtől, hogy csak 3 hét múlva léphetnek ismét pályára. Az Újpest FC csapata a negyedik helyről várja a folytatást. Vendégem Víg Péter pályaedző. Szerbusz Péter, köszönöm szépen, hogy bejöttél. Mi melyik társasághoz tartozunk, az örömködőkhöz, vagy a kicsit bosszusokhoz, hogy most szünet van? Hát ezt több szemszögből is lehet nézni. Igazából szerintem az sosem jó, ha 3 hétig szünetel egy bajnokság, az nem túl jó a játékosoknak sem. A szakmai stábnak sem jó, tehát igazából a szurkolóknak sem jó. Azért csak kiesik a meccsritmusból ilyenkor a csapat. Most a mostani pillanatnyi álláspont szerint nekünk jó lett volna, folytatódik, mert viszonylag jó paszban vagyunk. A másik szemszögből nézzük, akkor lehetőség nyílik arra, hogy van egy 3-4 olyan sérültünk, aki ez volt az idő alatt, közelebb kerül ahhoz, hogy versenyképes legyen, úgyhogy ebben a részéből. Ez lehet rossz. Jó, tehát minden rosszban van így valami van. Jó. Próbáljuk pozitívan fölfogni. Hát már nem tudtok más. Választás nincsen. A szünet alatt folyik a munkát, tudom, hogy innen a beszélgetés után mész a pályára. Lehet nevezni ezt ilyen kisebb fajta újabb alapozásnak? Hát ilyenkor azért fel kell készülni arra, hogy ezt hogy tervezi meg a szakma, hogy ezt a 3 hetet. Igazából elég nagy terhelést kaptak a játékosok a felkészülés során is, és most az utóbbi pár hétben, vagy sűrűbben voltak a mérkőzések, kaptak mesterhelést is a srácok, úgyhogy figyelni kell a terhelés pihenés arányára. Nem hiszem, hogy új. Tehát nem igazán kondíció növelő munkát fogtok végezni, de mire fektetettek a hangsúlyt ilyenkor? Taktikára? Az új emberek beépítésére? Mert majd beszélünk, hogy jöttek újak, vagy mentek el. Igen, hát igazából mondom, az egyik része arra fókuszálódik, hogy azok az emberek, akik különböző problémákkal küzdenek, 100%-os állapotban legyenek, akinek lemaradása van bármilyen szinten, vagy technikailag, vagy kondicionálisan, azt próbáljuk arra szintre hozni, ami neki szüksége van ahhoz, hogy legjobb formáját nyújtsa, úgyhogy több irányzat ilyenkor keveredik. Keveredik, és nagyon oda kell figyelni, gondolom, nem csak a vezetőedzőn múlik, hanem a szakmai stábnak is nagyon oda kell figyelni azt, hogy merre tovább. Ugye ezt jól érzem? Hát ezt igazából azért is van stáb, hogy mindenki a munkáját csinálja. A vezetőedző Nebojsa Vignyevics néhány napja értékelte az eddig látottakat. Én azt vettem észre a szavaiból, hogy elég tisztán látja azt, ami eddig történt. Bizakodó, de azért elmondta, hogy hát voltak hibák, de szerencsére az első 2 forduló után valami úton módon egy gátat átszakított a csapat. Milyen érzés volt az első 2 forduló után bemenni az öltözőbe, Péter? Hát a Vignyevics visszatérve nagyon tisztán látja, hogy mi a helyzet, hol tart a csapat, milyen szintet képvisel a csapat. De azt gondolom, hogy az egész közegre jellemző volt ebbe a eddig eltelt pár mérkőzésbe, amiben voltak az elején nehezebb időszak, most egy kicsit jobb időszak van. Én azt gondolom, hogy ez segítette, meg ez is vezetett oda, hogy jobb időszak jött, hogy semmiféle olyan fajta negativizmus vagy pánikszerű reakciója se neki nem volt, se a játékosoknak, ami esetleg hátráltató volna. Tudod, azért kérdezem ezt, mert ugye ebben a 3 pontos bajnokságban, ráadásul ahol 12 csapat van, hogyha valaki X-et játszik, akkor veszít 2 pontot. Ezt jól érzem, ugye? Tehát az nem 1 pontot nyer, hanem veszít 2-t. És hogyha egy csapat, mint ahogy most az Újpest is, tud mérkőzéseket nyerni sorozatba, akkor átugrik előre a tabellán, hogy csak úgy néz hátrafele, hogy mindenki a farvizen van. Tehát ezért kérdezem azt, hogy milyen ez a 3 pontos rendszer? Milyen ez a 12 csapatos rendszer? Bevált ez, hiszen már egy éve 12 csapatos rendszerben játsszák az NB1-et. Hát ebből a szempontból ez egy, amit most felhoztál, ez egy olyan, hogy a pohár félig tele van, vagy félig üres. Aha. Tehát most vannak olyan mérkőzések, mikor lehet 1 pontot szerezni, vagy az ember úgy érzi, hogy elvesztett 2. De a 3 pontos rendszer, az pont ezért egy izgalmas rendszer, mert hatalmasokat lehet ugrani, ha az ember
kétszer-háromszor tud győzni egymás után. A 12 csapatos bajnokság, ez miatt szerintem egy izgalmas most, főleg azért, mert nagyon sok hasonló szinten levő csapat van. Tehát szinte bárkit megverhet, úgyhogy ebből a szempontból most forja ki magát igazából ez a rendszer, még szerintem végleges véleményt fölösleges mondani, vagy... Optimális a 12, nem bír el mondjuk 16 csapatot a magyar NB1? Hát ezt sok szempontból kell vizsgálni, tehát igazából vannak vesztesei ennek a rendszernek, mert azt gondolom, hogy azok a tradicionális helyek, ahol azért a futball honos Magyarországon, azok vesztesei ennek a rendszernek. A másik részét viszont lehet érzékelni, hogy gazdaságilag ez a 12 csapat most azért nagyjából stabilan áll. Biztos lábakon áll, tehát azért ez nyugalmat és biztonságot ad a rendszernek, meg a benne szereplő embereknek. Azért kérdeztem, hogy a 12 vagy a 16, mert ugye páratlan nem nagyon lehet. Talán akkor, hogyha több csapat lenne, több magyar fiatal játékost is be lehetne építeni, vagy ez nem kritérium? Hát igazából én azt gondolom, hogy nem azon múlik csak, hogy hány csapat van. Uh-huh. Ha most nagyon kritikusan vizsgáljuk a rendszert, akkor azt mondom, hogy a magyar játékosokból, niós szintű magyar játékosokból egyelőre a piacon... Ennyi van. Tehát uh-huh. szűk a piac, ennyi van, de ezt szembe kell nézni. Tehát én azt gondolom, hogy az MLS törekvése az, hogy neveljen a futball és hozzon fel fiatalokat, ez egy nagyon-nagyon jó kezdeményezés. Ennek is ugyanúgy negatívumai elején és pozitívumai, úgyhogy én azt gondolom, hogy nem ezen múlik, hogy 12 csapat van, vagy 16 csapat van, hanem hogy a rendszernek a hibáit észrevegyék, akinek ez a dolga. És ha észreveszi, akkor az jó. Az jó, az tök jó. De az azt jelenti, hogy akkor azt ki is kell javítani. Így van. Mert azért hiába látom én azt, hogy félig van a pohár, és nem tudom teletölteni. Ugye ez valami ilyesfajta. Tehát itt figyelni kell most ezt a rendszert, mert új rendszer van, új problémákkal, új hibákkal. Itt ez nem az a probléma, hogy hiba van, hanem az a probléma, nem fognak rá reagálni. Tehát akkor... Szaladjunk vissza a Megyeri útra egy kicsit, bár most nem ott játszik a csapat. Balog Balázsról szeretnélek kérdezni, ugye végre hosszú idő után jött a hír éppen az Újpest FC honlapján, hogy már ismét a csapattal tréningezik. Milyen változást hozhat a csapat rendszerében, hogyha Balázs olyan állapotba kerül, hogy helyet követel magának a csapat? A rendszerben nem hiszem, hogy változás lesz a Balázs. De tudod miért? Mert most nyertünk egy sok meccset, a csapat idézőjelben teljesít, most akkor... Ez teljesen normális, tehát igazából ilyenkor, aki, mint a Balázs is, egy nagyon hosszú sérülés, és egy nagyon nehéz sérülés után jön vissza, ami megviselte őt lelkileg is, meg pszichésen is, úgyhogy úgy néz ki, hogy most már talán túl van rajta. Hát ilyenkor ez egy normális... Verekedik el a csapatba kerülése? Normális harc, ami egy egészséges verseny a játékosok között. Én azt mondom, ez csak pozitívan kell. Ez jó, ebből jól jöhet ki a csapat is, és ebből a játékosok így is. Így van, ez mindenkinek pozitív. Ha pozitívan dolgozzák föl, akkor ez egy nagyon egészséges dolog. Úgyhogy ez jó. Ha már a csapatról beszélünk, és arról, hogy verseny lehet, versenyhelyzet lehet, hogy ki játszon a lila-fehér csapatban. Mindig arról van szó, hogy ja Istenem, meg kéne erősíteni a csapatot? Vagy nem kéne megerősíteni a csapatot? Most jól játszunk. Most attól még lehet, hogy jobban fogunk játszani, hogyha találunk egy-két játékost. Két kérdés. Figyeltek valakit ilyenkor? Tehát a bajnokság közben is van esély arra, hogy figyeljetek valakiket? Vagy most hogy látjátok ti, mint a stáb, a vezetők, hogy jelenleg megvan mindenki a posztra Újpesten? Persze vannak megfelelő játékosaink, folyamatosan figyelni kell a mezőnyt is, meg folyamatosan azt is figyelni kell, hogy melyik posztokra kéne erősítenünk. Tehát most ez az eltiltás, ami minket sújtott, azért ez egy kicsit behatárolta ezt a lehetőséget, úgyhogy ebben a részében most egy nagyon szűkös keret van. Úgyhogy... Meddig tart ez az eltiltás? Hát most szeptember 15-én van egy tárgyalás, ami hozhat pozitív elváltozást, vagy változást ebbe a helyzetbe, felmenthetnek minket ez alól. Ha úgy alakul, hogy nem, akkor előfordulhat, hogy a következő
nyári átigazolási szezonig nem tudunk tehát játékos igazolni. Tehát az idényben nem lehet. Így van, hát ez elég nagy veszélyeket rejt magába. Megsérülnek játékosok, és bármi lehet. Így van, úgyhogy egyelőre én azt gondolom, hogy nagyon jól reagált mindenki erre a szituációra. Már az utóbbi időben amúgy is egy elég jó csapategység alakult ki, akik itt voltak egy kicsit húzamosabb ideig, egy nagyon jó közeg. Igen, ezt sokat hallottuk, hogy a srácok, a Szabolcsék, Balacáig és a többiek, azért megpróbálják úgy összetartani ezt a csapatot, hogy az legyen, hogy gyere, tudjad, hogy Újpesten futballozol, és tud, hogy kell hozzáállni ehhez a kérdéshez. Így van, ez kezd kialakulni, amit én nagyon-nagyon fontosnak tartok itt, mert az Újpest ez egy egész más klub, mint egy átlagos klub. Tehát ez egy családias klub, egy szenvedélyes klub, egy győztes mentalitású klub. Ehhez olyan játékosok is kellenek, meg olyan emberek kellenek, akik ezt tudják, hogy mi ez, és ezt tudják is képviselni, és tovább is tudják adni. És most érezni, hogy vannak olyan fiúk a csapatban, meg a keretben, akik átérzik azért ennek, hogy mit jelent itt lenni, és ezt elég jól közvetítik a többiek felé, úgyhogy azt gondolom, hogy ezek a sikeresebb periódusok, ami most éppen abban vagyunk, ez nagyban ennek köszönhető, hogy nagyon jól reagáltak arra, nem pánikoltak be, hanem összeálltak és csinálták. Az jutott eszembe, ugye, mint említetted, hogy majd lesz egy tárgyalás, de egyelőre az Újpest, mint olyan, ki van zárva az átigazolás lehetőségéből. Ha lenne, mert gondolom azért néztek lefelé is mondjuk az újpesti utánpótlás csapatokba, ahol a 18-19 éves játékosok már pallérozódnak és heti szinten játszanak. Onnan sem lehet föligazolni? Hát a mostani állás szerint maga az 1885 futball Kft. Nem igazolhat játékos. Tehát hiába van Újpesten utánpótlás csapat. Hát annyi van most, hogy igazából a tulajdonos döntése alapján saját akadémiát indította az Újpest FC, és ez még elég gyerekcipőbe jár, tehát vannak fiatal játékosok a rendszerben, de azért nagyon kevés van közöttük, aki arra kész, hogy itt akár be lehessen dobni, akár a kerethez föl lehessen hozni. Föl lehet hozni egy pár fiatalt, aki segít esetleg létszámba, vagy edzés. Hát, hogy lehessen gyakorlatokat csinálni. Így van, de az, hogy ő rájuk még olyan terhet tenni, egyelőre kevés van. Még ilyen nincs. Illetve majd lehet, hogy ki fog alakulni. Korai még arról beszélni, hiszen néhány fordulón vagyunk túl, de azt mondod, hogy jó a csapategység, egészen jó munka folyik, úgy állnak hozzá a gyerekek, ahogy kell, reméljük, hogy ez így marad, hát tudod, hát ez... Most így állnak hozzá. Szerinted a magyar labdarúgásban, a magyar bajnokságban milyen helyet követel magának az Újpest? És hol fog végezni a bajnokságban? Ez korai kérdés. De nem, én ilyenektől nem nagyon félek behasadszolni dolgokat, csak azért nem lehet erre válaszolni, mondom, mert igazából nagyon könnyen kerülhetünk nagyon nehéz helyzetbe, mivel hogy nagyon szűkös a keretünk. Az a része, hogy fognak hozzáállni, meg hogy zajlik a munka, meg az a része, ami tervezhető, meg rajtunk múlik, meg a játékosokon múlik, eznek jónak kell lenni. Tehát ezt a szintet tartani kell, ez a mi felelősségünk, meg a játékosok felelőssége. De az, hogy olyan szituációkba kerülhetünk, ami esetleg nem csak rajtunk múlik, hanem előfordul a futballba, és befolyásolja az eredményességet erősen, ezt most előre nem lehet mondani. De akkor kell nagyon keménynek lenni. Így van, és azt gondolom, hogy ezt bizonyították a srácok is, meg én azt gondolom, hogy a Nebojsa Vignyevics is úgy reagálta, ahogy kell, és az egész klub, a szakmai stábtól kezdve, akik ott dolgoznak, hogy tehát nem engedtük be azokat a hangokat, meg azokat a véleményeket, ami kívülről jött mindenhonnan a médiából, Én azt vettem észre, és ez nekem nagyon tetszett, bevallom őszintén, hogy nem árulok el titkot, hát elég sok játékossal, vezetővel is közeli kapcsolatom van, akár mondhatom, hogy baráti kapcsolatom van, ha lehet ezt úgy nevezni. De az utóbbi időben, ami mondom, nagyon tetszik, nem kerülnek ki pletykák, surlódások, problémák az öltözőből. Mert korábban azért voltak
suskusok, és lehetett hallani, és akkor ugye a média az ilyen, az akkor ráugrik, és hogy mi van meg, hogy most csend van. Így van, de van egy... Ezt kemény kézzel értétek el, vagy erről mondjál meg két-három mondatot, mert ez szemmel látható változás. Ha te így látod, hogy csend van, az nagyon jó, mert én azt szeretem, nekem az fontos. Én úgy gondolom, hogy a csendbe születnek a nagy dolgok. Tehát nem kell hangoskodni, csinálni kell az embernek tisztességesen a munkáját. Én azt gondolom, hogy nagyon jó összetételű a keret is, meg én úgy látom, hogy a szakmai stáb is. Tehát megfelelő arányban vannak, aki külföldiek, magyarok, szellemiségében egy nagyon jó közeg van most. Ez hozza ezt. Tehát itt nincsenek, a futballt szerintem nem kell újra kitalálni. Tehát ez nem egy ennyire bonyolult dolog, mint amit sokan gondolnak róla. De ezek alapvető dolgok, amik kellenek. Tehát a szellemiség, a tisztelet, az alázat, és ezek most bent vannak ebbe a közegbe, ami az eredményességet nagyon nagyba befolyásolja. Tehát még ebben a nehéz helyzetben is, amiben voltatok, és voltunk, és azért most is azért vagytok, hiszen vagyunk, ezért nehéz, ki van mindenki zárva a csapat, igen. Ezt, de nekünk ebből igazából nem nagyon szabad foglalkozni, hanem csak arra szabad fókuszálni, ami dolgunk. Mikor látjuk a csapatot újra a Megyeri úton? Mert azért tudjuk azt, hogy a Fáji utcában vendégeskedünk, ott vagyunk otthon. Hát, hogy sose leszünk otthon. Azért mondom, hogy ott vagyunk idézőjelben otthon. Tehát mikor láthatjuk a csapatot, és a Fáji utcában mennyire követik a szurkolók az Újpestet? Nincs messze? Nincs messze. Én azt gondolom, hogy szép számmal követik, és nagyon jó érzés, hogy ugyanazt az atmoszférát próbálják behozni a stadionban, mint amit itt, ami azért nekünk egy nagyon nagy veszteség, meg nagyon nagy szívfájdalom, mert a Megyeri útnak van egy olyan atmoszféra, meg egy olyan hangulata, amit nem lehet, tehát nem lehet semmihez se hasonlítani. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint egy plusz óriási eredmény, és ezt a szurkolóknak is köszönhetjük, hogy az utóbbi pár meccs ilyen jól sikerült, meg ilyen sikeres volt, mert azért azt a közeget, meg azt az atmoszférát nem lehet hasonlítani ahhoz, ami itt van, és az, ami itthon van, az nekünk pozitívum, nagyon-nagyon, mikor itthon tudunk, még ha kevesebb szurkoló is jön ki, akkor is, mert aki kint van, az mindig óriási hangulatot csinál. És a kérdésedre visszatérve, jó lenne, ha értenék ehhez is, az építésvezetéshez. Tehát mi csak azt látjuk ott, hogy hatalmas hangok vannak, mivel hogy ott edzünk az edzőpályán. A hangokat halljuk, a munkának a zaját, meg a változásokat is valamennyire követjük. Az úgy volt, azt hiszem, az első ütemterv, hogy szeptember vége, utána azt hiszem tolódott egy hónapot, október vége, amit depressziósak lettünk, de nem, tehát igazából nem lehet tudni. Hát nem az építkezésnél ez pontosan, akárki a lakást felújít, vagy nagyot épít, ott nem lehet, itt borzasztó. Úgyhogy ebbe nem tudunk, nem tudjuk választani. Mindegy, azt mondom neked, hogy ugye mondtad, hogy megpróbálnak olyan hangulatot teremteni a szurkolók a csapatnak idegenben, vagy a Fáji utcában, mintha a Megyeri úton lennénk, vagy lennétek. Én azt gondolom, hogy a szurkolót nem lehet becsapni. A szurkoló azért megy veletek, és azért szurkol, mert látja azt, hogy a csapat, kimondom, megdöglik a pályán. Idáig eljutott a csapat, és a szurkoló szerintem még akkor is megbocsát, ha ne talántán egyszer-egyszer veszít a gárda. Így van, én azt gondolom, hogy az első két meccsen, amikor nem nyertünk, mert én azt gondolom, hogy nagy különbség van, hogy mikor kikapsz, meg mikor nem nyersz. Tehát én azt gondolom, nem nyertünk. Nem nyertünk. Értem, vereség között is óriási igen, különbség. Attól függetlenül a szurkolókat azért mindig frusztrálja, ha nem nyersz. Pláne én azt gondolom, hogy az Újpest az egy más kávéház. Pestésen mondva, ez egy más kávéház. Tehát itt mindenkinek szembesülni kell vele, hogy itt ez mások. Újpest. Ez Újpest. Tehát ezt úgy kell feldolgozni, hogy aki idejön, ezt vinni kell, aki ezt nem tudja vinni, az hát nem ide való. Figyelj ide, Péter, itt aki idejön, annak tudni kell, hogy Szusza Feri bácsiéktól kezdve Bene, Dunai és Zámbó, Fazekas, és sorolhatnám akár a többieket is. De visszatérve a szurkolókra, azért nagyon sok szurkoló akármennyire is néha haragos azért, hogyha nem nyerünk, de látom rajtuk, hogy jön ők újra. Is azért, persze jön újra, és azért átgondolja ő is, hogy miért nem nyert ez a csapat. Uh-huh. Tehát, hogyha független attól a
eredménytől a csapatnak a teljesítmény úgy független, hogy megtettek mindent, azért nagyon sok szurkoló ezt megbocsátja, és újra jön, és újra szurkol. De ez nagyon jó, csak egy rövid példát itt a beszélgetés végére. Itt vannak a gyönyörű röplabdás lányok, akiket nézni is szép, jó, jól is játszanak, eredményesek is, és több labdarúgó szurkoló átjár már a csarnokba, a Tungi csarnokba, óriási teltház van. Most képzeld el, hogy idáig eljut majd ismét a labdarúgó csapat, hogy teltház előtt játszunk. Nem egy olyan nagy ez a stadion, ezt meg lehet tölteni. Meg lehet tölteni. Én azt gondolom, hogy ez is egy összetettebb kérdés, tehát az, hogy ők a szurkolók átjárnak, ez is azt bizonyítja, hogy az Újpest ez egy család. Tehát ez egy minden összehasonlítottam valami, ami itt van. Aki ebbe nincs benne, az úgyse fogja tudni, hogy miről beszélünk. Tehát ez egy más világ. Tehát ahhoz, hogy megteljen azért a stadion, ahhoz egy kicsit változni kell a kultúrának is. Tehát nem csak ahhoz kell, hogy esetleg jobban játszan a csapat, meg többet nyer, az elengedhetetlen, de ehhez kell egy kicsit változni mindennek Magyarországon ahhoz, hogy az emberek jó szívvel mindig kijöjjenek a mérkőzésre. De én nagyon hiszek abba, hogy még nagyon rövid idő alatt szeretném még azt megélni, hogy hétfőn megyünk átadásra az öreg fiúk aranyérmére, hogy azt átéljem az első csapatnál, és lássak nagyon sok boldog embert, aki tudom jó, hogy az egész ország tele van Újpest drukkerekkel, és lássam őket boldognak. Ez nagyon boldoggá tenne. Ez a vágy. Ez a vágy. És ezt szeretnéd elérni, nem, ez nem álom, hanem ezért dolgoztok. Hát álom is, de ezt valósággal kell változtatni. Egy utolsó álom, az kikerülted, hogy hova várod a csapatot bajnokság végére? Hát ha most kivágok egy szeletet ebből a bajnokságból, és most látom a csapatokat, ebben a rendszerben az első 6 hely valamelyikére oda érhetünk. Most, ha nincs semmiféle olyan probléma, ami befolyásolja az eredményességet. Azért mondom, hogy ha valami közbe jön, akkor lehetnek problémáink. Na, de ha nem jön közbe és minden megy, akkor mondjuk már ki, hogy az első 6 helytől fölfelé. Tehát mondjuk az első az sincs messze, hiszen most látjuk, hát 2 ponttal van lemaradva a csapat, azt hiszem az első helyezettől, 1-gyel a másodiktól. A pontokat nézed, akkor ez így van. Akkor ez így van, de a realitás talán egy... A realitás az, hogy azért azt is látni kell, hogy nekünk egy győzelemért megharcolni, minden meccsért nagyon-nagyon keményen meg kell küzdeni azért, hogy győzünk, az amúgy is úgy van, de vannak posztok azért pont ebből a problémából adódóan, ahol kicsit kevesebben vagyunk, vagy nem tipikusan olyan játékos játszik azon a poszton, aki teljesen odavaló, ezért vannak nehézségek. Tehát itt jöhetnek nehézségek az eredményességbe, de azt gondolom, hogy ezzel a teljesítménnyel oda lehet jutni az első 5-6-ba. Magyarul nem kell arról beszélgetnünk, mint évekkel ezelőtt az volt, hogy Istenem, már megint a kiesés felé vagyunk, mert ugye erre is emlékszünk, hogy volt ilyen sajnos. Így van. Ezt elfelejthetjük nyugodtan. Mostani állásból kiindulva nem kell ahova foglalkozni. Egy utolsó kérdés, ha már a felkonferálásban azt mondtam, hogy a válogatottnak a VB-s elejtező mérkőzése miatt van 3 hét szünet. Hogy látod a magyar csapat esélyeit? Hát mégiscsak egy labdarúgó szakemberrel beszélgetek. Volt egy Európa-bajnokság, ahol szépen teljesített a csapat, most jön egy világbajnoki selejtező sorozat, nem akármilyen csoportban vagyunk. Nem. Nagyon nehéz csoportban is vagyunk, ami nagyon, nagyon sok erőt adhat, hogy azért feltöltöttünk önbizalommal és hittel az EB-n, ami nagy erőt fog adni, biztos vagyok benne ennek a csapatnak. Szüksége is lesz rá, mint ahogy említetted, mara nehéz csoportban vagyunk, és ez mellett azt is látni kell, hogy azok a játékosok, akik eredményesség szempontjából nagyon fontosak és meghatározóak, itt most gondolok a Király Gabira, aki egy bástya volt. Így van, nem lesz már többet válogatott, mert lemondta a válogatottságot. Azért a Juhász Ruli is egy meghatározó játékos, attól függetlenül most nem szerepelt annyit, mint előtte. De azt is látni kell, hogy a Gerozoli azért óriási terhet vitt a vállán az EB-n, és valószínű, hogy azért ez most fog jelentkezni nála a korából is kiindulva, meg azért
a nagy tehetségóriás, nem te, beszélek butaságot, nem tehetségóriási játékos. Hatalmas. De hát ne felejtsük el, hogy, mondom, hogy nagyon 90 sok... perc, a nagyon hosszú 90 perc már neki meg az, is. Meg azon a szinten teljesíteni, hogy ő teljesített az EB-n. Tehát itt nagyon sok olyan összetevő van, meg nagyon sok olyan probléma van, amit meg kell oldani. Azt gondolom, hogy jó, nagyon jó úton van most a válogatott. Bízunk benne, nagyon-nagyon szurkolni kell, hogy jussunk ki a VB-re, meg versenyben legyünk végig. Uh-huh. Aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Ha ez az út látszik végig, meg ezen az úton fog haladni, akkor nem kell félteni senki. Tehát akkor összegzés a válogatottnak természetesen szurkolunk. Az Újpestnek pedig csak sikereket, jó játékot, sérülésmentes idényt, és hát nagyon sok gólt kívánok. Úgy búcsúzom, hogy Peti, nagyon szépen köszönöm, üdvözletet a játékosoknak, a vezetőknek, és hajrá Újpest! Köszönöm szépen!